Mester Anikóval, a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény tagintézményvezetőjével arról beszélgettünk, hogyan fogadta a kinevezését, milyen célkitűzései vannak a tanévben, milyen feltételek betartása mellett indult el a tanév, milyen a szülőkkel való együttműködés, és mely programok kerülnek idén megtartásra. Mai vendégünk Mester Anikó, a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény tagintézményvezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a televízió nézőket. Rendhagyó módon indult a tanév a Kiskulcsosi Általános Iskolában. Legfontosabb dolog az, hogy ön kapta meg a tagintézmény vezetői pozíciót. Arra kérem, hogy néhány mondatban mutatkozzon be nekünk. Mester Anikó vagyok, és 2003 óta dolgozom ebben a tagintézményben, akkor végeztem az Eszterházy Károly Főiskolán biológia földrajz szakon. Azóta teljesítem itt ezt a szolgálatot, közben elvégeztem a történelem szakot, a közoktatás vezetői szakot, és valószínűleg ezért kaptam ezt a megbízást, hogy most tagintézmény vezető lehetek. Hogyan fogadta a megbízatást? Hát nagy örömmel, és ugyanakkor ez egy nagyon felelősségteljes dolog volt ez a felkérés, sokat gondolkodtam rajta. Azt gondolom, hogy az elvárásoknak, illetve annak a bizalomnak meg kell felelni, amit kaptam a vezetőimtől, úgyhogy mindenféleképpen nagy reményekkel, illetve várakozással vártam a tanévkezdetet, és örülök, hogy elvállaltam, nem bántam meg. Hogyan indult az önök iskolájában a tanév, hiszen ugye a jelenlegi vírushelyzet lehetővé tette, hogy elindulhasson a 2020-21-es tanév. Az szeptember 1-i becsengetést milyen óvintézkedések, milyen feladatok előzték meg? Már a nyáron, illetve a tavasz folyamán megkezdődtek a tisztasági messzelések, illetve a fertőtlenítő takarítások. A tanév kezdet előtt ezeket újra takarító kollégák megtették, azért, hogy biztonságban várhassuk a gyerekeket. Ezen kívül a kiadott járványügyi protokollt átbeszéltük a kollégákkal, intézkedéseket hoztunk, szabályokat fektettünk le, hogy biztonsággal várhassuk a gyerekeket szeptemberben. Nagyon fontos elem, hogy az iskolának nem csak a pedagógus és a diák, hanem a szülő is. Milyen a kapcsolattartás az intézményben a szülőkkel, illetőleg ebben a helyzetben hogyan tudnak egymás segítségére lenni? A Kiskulcsosi Tagiskola úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, illetve ápolt eddig is, és ebben a helyzetben is nagyon megértőek. Már a tavalyi év folyamán is ez bebizonyosodott, hogy jól tudtunk együttműködni. Nyilván ezt továbbra is fenntartjuk. Az elsős osztályoknál volt ugye most egy kis újdonság, mert hogy ezt még ők, nekik szokniuk kell. Az első szülői értekezleten megbeszéltük ezeket a dolgokat, elérhetőségeket pontosítottunk, hogyha ne adj Isten sor kerülne egy újra digitális oktatásra, akkor el tudjuk őket érni, illetve tájékoztattuk azokról a lehetőségekről őket, ami ebben az esetben esetleg előfordulhat. Melyek azok a lehetőségek, hogy ahogyan említette, a sor kerül rá, akkor előfordulhatnak? Már a tavalyi évben mi a digitális oktatás során a modul felületet használtuk. Ez egy központilag kiépített rendszer volt, minden osztálynak volt egy csoportja, és minden oda tanító pedagógus be tudott ide lépni, ide tettük föl a tanulnivalókat, és a gyerekekkel itt volt közvetlen kapcsolatunk. Ezen kívül kisebb csoportban, akár Skype-on, akár Messengeren tudtak a kollégák a gyerekekkel beszélni, a nehezebb dolgokban segíteni, ha valakinek egyéni fejlesztése volt szüksége, akkor így tudtuk ezt megoldani. Mi szerencsések vagyunk, mert úgy gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy szinte minden gyermek tudta a digitális oktatást teljesíteni. Egy-két gyermekünk volt, amikor tönkrement az eszköz otthon, akkor ezt megpróbáltuk analóg módon pótolni. Milyen tanévre számítanak a szorgalmi időszakban, milyen programokat, eseményeket, rendezvényeket szeretnének mindenféleképpen megszervezni? Mi nagyon pozitívan állunk hozzá, mi ezt a vírus nem szeretnénk, hogy újra itt legyen köztünk, hogy digitális oktatás legyen, úgyhogy mi minden programot beterveztünk, amit eddig is szoktunk, nyilván alkalmazkodva majd az adott körülményhez. Mi rögtön a Kiskulcsosi héttel kezdjük majd itt a szeptember végét, már arra készülünk. Nagy a füves területünk, az udvarunk, tehát nagyon sok, ha az időjárás megengedi, kültéri programot szeretnénk szervezni. Ezután jönnek sorba az őszi rendezvények, az iskolanyitó programjaink. Nyilván mindenben tartjuk azokat az intézkedéseket, hogy kisebb csoportban foglalkoztatjuk a gyerekeket.
Nálunk is a karácsonyi műsor, a decemberi fő zárása tulajdonképpen ennek az évnek. Azután jön a farsang, amit osztálykeretek között meg tudunk majd úgy gondoljuk tartani, és például a májusi kiskulcsosi kavalkád az, ami majd esetleg az év végén kiteljesedhet a programjaink közül. A tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, egyebek hogyan valósulnak meg önöknél? Mindenféleképpen kevesebb gyermekkel tudjuk ezeket megvalósítani, de tehetséggondozó, felzárkóztató sportfoglalkozásokat tartunk, nyelvi előkészítőt a felső tagozatosoknak, akik nyelvvizsgára készülnek. Hát próbáljuk ugyanazokat a foglalkozásokat, mint eddig is az eddigi tanévekben. Említette, hogy nagy füves területük van. Melyek azok az események, amelyeket mindenféleképpen ki fognak oda vinni? Mindenféleképpen a sportrendezvények, a Magyar Diák Sportnapja kerül majd megrendezésre, ott nagyobb tömeget szeretnénk mozgósítani. A kiskulcsosi héten gondolkodunk házi bajnokságban, ezen kívül mi is ökoiskola vagyunk, tehát mindenféleképpen a kerti programok, a gyerekeknek az őszi kerti munkálatai, azok itt valósulnak meg. Mi az, amit intézményvezetőként mindenféleképpen meg szeretne valósítani? Én nekem a Boldog Iskola program elérése, illetve az a pályázat szerepel a terveim között, hogy ez még úgy gondolom, hogy nekünk hiányzik. A mi közösségünk egy jó közösség, és azt gondolom, hogy meg is valósulnak azok a kritériumok, amelyek a pályázat feltételei, hogy mindenféleképpen ezt szeretnénk. Beszéljünk egy kicsit erről, mi a pályázat feltételei, tehát mitől lesz Boldog Iskola egy Boldog Iskola? Hát attól, hogy a gyerekekkel olyan kapcsolatot alakítunk ki osztályfőnöki órákon, tanórán kívüli tevékenységekben, a szülői házzal, ami egy kicsit közelebb hoz bennünket egymáshoz. Jól érzi ott magát a gyermek, élményközpontú tanításban részesülhet, szeret oda járni, és nyilván nagyon fontos a lemorzsolódás csökkentése érdekében, és úgy gondolom, vagy a hátránykompenzáció miatt, hogy a gyerekek pozitív élménnyel jöjjenek az iskolába, jó legyen ott lenni, és ez talán segíthet még ebben jobb. Ahogyan említette, nagyon fontos, hogy pozitív élményként menjenek a gyerekek az iskolába. Ugye elindult a tanév, és a pedagógus, a gyermek, a szülő is ugye most találkozott hosszú idő óta először. Mit vesz észre egyébként akár a pedagógusokon, akár a szülőkön, diákokon? Nagyon örültünk egymásnak. Régóta nem találkoztunk, akár a pedagógus a pedagógussal, a gyerekekkel meg teljesen. Tehát nagyon rossz az iskola gyerek hang nélkül, gyerek zsivaj nélkül. Úgyhogy most átértékelte mindenki szerintem ezt az időszakot, és jobban tudjuk értékelni egymást, illetve azt, hogy vigyázzunk egymásra, tartsuk be ezeket a szabályokat. Gyerekeknek fontos a visszacsatolás, a visszajelzés a részünkről. Ez most bebizonyosodott, tehát ők is igénylik a tanárt, a tanítót, és nyilván a szülőknek is nagyon fontos, hogy a pedagógus ott legyen és segítse a gyerekeket. Egy szorosabb kötelék alakult ki önök között. Igen, igen. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen!